Én nem voltam túl jó tanuló, ilyen készségeket mutattam, és akkor a képzőgimibe, akkoriban az egy remek hely volt, deklasszált tanárok, ilyen politikai okokból egyetemről lebukott, szóval csodálatos tanárok voltak, és egy csodálatos világ volt. És akkor onnan aztán ez a hivatásosság beindult, és eljutottunk főiskolára, és amikor az ember fiatal, meg egy ilyen karám, vagy egy millióben, itt a főiskolára gondolok, ugye óhatatlanul ott van azért egy ilyen olyan millió, amelyik az emberrel hat, itt nem feltétlen egy mester vagy valami, de amikor mi is tartultunk, akkor ez a pollokos, erőteljes, fakturális anyaghasználat, így startoltunk. És hát akkor persze az ember érezte, hogy hát ez nem egészen az ő hangja, és ebből aztán a léghajóból egy csomó dolog kidobálódott, bejöttek saját kedvemre alkalmazott matériák. A kortárs művészet onnantól fogva, hogy azt a több száz éves funkcióját, hogy portrét dokumentálni, nem volt ugye fényképezés, stb. Tehát volt egy szimbiózis a társadalom, az ábrázolás. Na most az izmusoktól eléggé szabaddá és magára maradottá váltunk a funkciót tekintve. Nálam meg mindig egy nagyon erős dolog volt az, hogy valamit festeni, meg amit festek, azt úgy az emberek úgy, ahogy értsék. És ezért aztán akár a címválasztás, akár ezek a priméren berakott anyagok, ezek mind egy ilyen vágyakozás, hogy az a tartalmi dolog, amit éppen akarok festeni, az átjöjjön az embereknek. Hát a festőknek vannak motívumaik, ugye Cézannék almát festettek, vagy mi. Én meg arra jöttem rá, hogy igazából, hát persze rájöttem, hát ki nem jön rá, hogy igazából önmagunkról, a saját létünkről, a működésünkről, a belső dolgainkról, most szószoros értelemben is fogalmunk nincs, hogy és az orvostudomány is csak kutakodik újra és újra is. És így megfogott engem például az agyvelő, mint látvány, meg mint funkcionális szerv. És ugye remek dolgokat tudtam rá asszociálni azzal, hogy ugyan a gondolkodás szerve, de úgy tűnik, hogy gyilkoljuk ezt a szervet, mert mindenre használjuk, csak gondolkodásra nem. Valamilyen önkollázzal dolgozom, tehát a saját, akár nem sikerült vázlat is a képbe kerül, sokszor egy primán, egy talált matéria. Épp ugye most volt a záró közönség találkozó, és van ott egy nagy kép, egy szabadvászon, aminek élő adása címe. Na most megkérdezték jó szándékkal, finoman, hogy hát akkor mi van itt. És akkor elmagyaráztam nekik, hogy az a vászon az olyan, mint egy panel fal, a maga szakadt, ez a panel épület, ugye, egy kis ablakokkal, ahol villódzik a tévé, és kis színes flekkek vannak rajta, amik persze látszik, hogy a széle megvan egy kicsit égve, és a fejük felett ég a ház. Ugyanis a kép felső részén egy drámai, fekete, rettenetes nagy égő felület van, és hát ez egy kicsit az életünk is, ez a másodlagosság, meg ez a virtuális, vagy hát
éppenséggel nem virtuális, mert nézzük a televíziót, rettenetes dolgok vannak, de szerencsére a másik országba, vagy nem nálunk, és elkérgesedik, meg, hogy mondjam, védtelen lesz a néző, hogy vele is megtörténhet, vagy éppen a feje fölött ég a ház, de ő színesbe látja. Na, ez a kép egy ilyen kép.